Üdvözöllek titeket, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban itt vagyunk jelenleg Ferencváros vasútállomáson. Egy igen érdekes pozícióban, hiszen most nem csak magamat veszem, hanem engem is vesznek, ugyanis közben egy tévéműsor is forog a napomról tulajdonképpen, hogy hogyan zajlik a munka egy ilyen videó elkészültében. És a mai témánk egyébként a kelebiai vasútvonalnak a felújítása lesz, ami ugye 2013-ban látott először napvilágot, és a mai napig egy ilyen húzódó projekt, ami hát nem indult el, pedig egyébként már el kellett volna indulnia. Tulajdonképpen ennek a témakörnek járunk ma utána, itt Ferencváros és Soroksár között, illetve hát majd Soroksár állomáson, úgyhogy mindenképpen érdemes velem tartani, jöjjön az intro. Így már most már vlogger is leszel, mert belekerülsz a videómba. Mindig is vlogger akartam lenni. Egyébként kedves riporternő, akivel készül a mai anyag a tévébe, ezt majd láthatjátok, gondolom a YouTube-on is kín lesz úgyis, nem? Igen, sziasztok! Facebook oldalunkon is és a YouTube-on is. Fantasztikus. Ferencváros televízióját keressétek. Na, megyünk, forgatunk. Na milyen érzés egyébként most az, hogy egy másnak a videójában is nem a tévére készül? Hát, lábam is a földbe gyökerezik, annyira izgulok ettől, hogy nem a saját közegemben vagyok. Közben egyébként. No, közben ide érkeztünk Pest Erzsébet megálló helyhez, mögöttem egyébként a stábot láthatjátok. Most közben azért a saját videómmal is foglalkozom, ugye most ment el egyébként a Kelebia felől érkező személyvonat, a jó kis hernyó, és majd egyébként hamarosan 12 óra 12 perckor érkezik az Ivo Andrics nemzetközi gyorsvonat, ami ugye mindig szoktam poénosan mondani, hogy nemzetközi lassú vonat valójában. És hát a kelebiai vasútvonalnak a felújítás egy érdekes dolog, hiszen 2013-ban látott először napvilágot, majd tulajdonképpen szentesítve 2015-ben lett, amikor Orbán Viktor Kínába utazott, és egy kézfogással megpecsételték a jövőt, és ugye hát kínai hitelből fog megvalósulni ez. Iszonyatosan nagy lóvéről van szó, ilyen 700 milliárdokat irogattak, mert hogy utána néztem egy-két oldalon. Azért nem lehet belekötni abba, hogy kínai hitelből fog megvalósulni, hiszen az Európai Unió nem adott volna támogatást erre, hiszen ugye ez a vasútvonal átmegy Szerbiába, ami nem Európai Uniós tagállam. Na most a... Közben jön majd egy tehervonat. Szóval, hogyha nem Európai Uniós tagállamok közötti vasútvonali fejlesztésről van szó, akkor azt az Európai Unió egyelőre nem támogatja. Tehát ilyen formában csak ilyen egyéb hitelből tudtuk volna, vagy tudjuk majd megvalósítani ezt. Ugye az érdekessége, hogy a projektnek igazából el kellett volna indulnia, mégis itt vagyunk 2021-ben, és a projekt nem indult meg. Ugye múltkor a röszkei vonal kapcsán mutattam nektek, hogy akkor tud a kelebiai vonal felújítása elindulni, hogyha ott azt a vonalszakaszt Szerbia irányába, Szerbián belül, illetve ugye Szeged és Röszke között, valamint ugye Szeged rendezőnél egy delta vágányon nem Szeged irányába befordítani a vonatokat, hiszen annak sok értelme nincsen, pláne hogyha ugye a tehervonatokról van itt jelentőség teljesen szó, hiszen azokat kell megoldani, amíg a kelebiai vasútvonal felújítása zajlik, hogy valahol le tudjanak közlekedni. Szóval egy delta vágánnyal megoldani azt, hogy közvetlenül Cegléd irányába tudjanak a vonatok Röszke, illetve hát bocsánat, Szeged rendezőtől egy ívben elindulni, és ne kelljen bemenni Szeged rendező irányába, illetve Szeged nagyállomásra. Még egyszer mondom, annak túl sok értelme nincsen. Most viszont jön egy gigantos tehervonat, azt mindenképpen felnyalom nektek. Thank you.
Közben már átértünk Soroksár állomásra, mögöttünk pedig azt a teherszerelvényt láthatjátok, amit Pest Erzsébeten felvettem, ugye idáig jutott. Hát ugye jelenleg a pályának egy hatalmas nagy problematikája, hogy ugye egyvágányú. Már hozzá kell tenni egyébként, hogy a magyarországi vonala mind Kunszentmiklós-Tasig, mind pedig utána nagyon sok olyan állomással és megállóhelyel van megáldva, ami vagy nagyon-nagyon kis településen van, vagy pedig a konkrét várostól, falutól, településtől nagyon-nagyon távol van. Ugye a vonalon például csak ugye, ami az elővároshoz tartozik, Kunszentmiklós-Tasig, ilyen például Kiskunlacháza, Dömsöd. Dömsödnél például 8 kilométerre van maga Dömsöd, tehát hogy alapvetően nincsenek jó helyen, úgyhogy én mindenképpen egy nyomvonal korrekciót is eszközölnék egyébként a felújítás alkalmával, illetve én azt tartanám pozitív és jó dolognak, hogyha Kunszentmiklós-Tasig két vágányú lenne a pálya, és Kunszentmiklós-Tastól továbbiakban egy vágányú lenne javarészt, esetleg repülő keresztekkel hosszabb kétvágányú szakaszokat lehetne létrehozni, ugyanúgy, ahogy ugye az esztergomi vonalon is tették mindezt. Annak semmi értelmét nem látom, hogy kétvágányú legyen Kunszentmiklós és Kelebia között is, és annak sem látom a feltétlenül előnyét, hogy akkor esetleg a teherszerelvények gyorsabban tudnának haladni, hiszen akkora időt nem nyernének vele, hogy egy ilyen összegű felújítás kapcsán ezt érdemes legyen kivitelezni. Ugye még egyszer mondom, itt 700 milliárdról van szó, amit a kínai államtól kapunk kölcsönben, nyilvánvalóan ugye ezt kamatostól kell kifizetni, és ugye volt egy olyan feltétel, hogy kínai cégnek is szerepet kell vállalnia a vasút felújításában. Ez meg is fog történni, és egyébként magyar oldalról pedig szerintem, ahogy szoktam mindig mondani, hogy szavazzátok meg, hogy vajon kinek a cége nyert ezen a vasúti felújításon, azért nem hiszem, hogy nagyon nagy titkot kell elárulni, hogy természetesen Mészáros bátyánk fogja ezt is majd csinálni. Úgyhogy igazából több problematika is van ezzel a vasúti felújítással. Maga a vasútvonalnak a felújítása szükséges, nagyon-nagyon szükséges. Bár azt azért érdemes elmondani nektek, hogy ugye két elővárosi vasútvonal van, ami jelenleg ugye a legkisebb utazó közönséget szállítja. Ez a Kunszentmiklós-Tasi, illetve a Lajosmizsei. Mégis most ez az egyszem flört, amivel itt Pest Erzsébetről átjöttünk Soroksárra, olyan szinten teli volt, hogy mozdulni nem tudtunk benne. Az igazsághoz hozzátartozik azonban, hogy Dunavarsány után, illetve Délegyháza után ezek a vonatok kiürülnek. Mint mondtam, pontosan azért, mert utána már olyan helyeken áll meg, ahol maga a település az állomástól iszonyatosan messze van. Úgyhogy valójában a kelebiai vonal felújítása nagyon fontos, viszont egyelőre azért nem fog beindulni, hiszen még a röszkei vonalnak a felújítása, illetve a szerbiai oldalnak a felújítása sem kezdődött meg, így nem lehet tudni, hogy valójában ez a felújítás mikor fog megkezdődni, azonban az valószínűleg biztos, hogy valamikor igen. Végeredményben tehát, ahogy el is mondtam, a vonal felújítása mindenképpen szükséges, egyébként érdekességképpen mondom nektek, hogy nagyon-nagyon régen, az 1910-es évek magasságában, legjobb tudomásom szerint Kunszentmiklós-Tasig egyébként kiépült a második vágány, ami aztán végül megszűnt létezni, ugye hát a mai állapotokat is ismerve. De végeredményben azt kell mondanom nektek, hogy igen, tehát mint ahogy mondtam is, Kunszentmiklós-Tasig mindenképpen kellene a két vágány, utána viszont semmi szükség nincsen a két vágányra. És mindenképpen az az egész történetnek a prognózisa, hogy alapvetően nem azzal van a probléma, hogy ez a vonal megújul, nem is azzal van a probléma, hogy ezt a vonalat kiújítja, hiszen ha azt vesszük, akkor tulajdonképpen magyar dolgozó emberek fognak ebből profitálni olyan módon, hogy nyilvánvalóan lesz munkájuk, de hogy kinek jó valójában rajtuk kívül, meg a kínaiokon kívül, akik nyilván a pénzt adják megfelelő kamattal, hát azon kívül nem sok embernek. Szóval a vonalon utazóknak nem feltétlenül van szüksége ekkora, ilyen mértékű felújításra, a teherforgalomnak sem feltétlenül van szüksége egy ilyen mértékű felújításra, illetve önmagában a Sejem út, ami ugye Kínától majd egészen Angliáig érne, és ennek jelentős része ugye vasúti jellegű, tulajdonképpen akkor lesz bármiféle haszna, hogyha tényleg a megfelelő vasúti felújítások nem csak a mi országrészünkön, hanem Szerbiában és a további országok országrészein is megtörténnek. Ugye a 160-as pálya az tulajdonképpen a teherforgalom számára egy indokolatlan mérték, márpedig hogyha 160-as pálya lesz esetleg 160-as személyszállító vonatokkal, akkor valójában a tehervonatokat léptennyomon úgyis utol fogják érni a személyvonatok, illetve gátolni fogják a haladásba, valamint
nagy valószínűség szerint, hogyha két vágányú lesz az egész, és tényleg Kelebiáig kiépül a két vágány, akkor rengeteg állomás, főleg Kunszentmiklóstas után, mint állomás meg fog szűnni, hiszen jelenleg ezek az állomások pusztán azért léteznek, hogy a vonattalálkozások megtörténhessenek, és több állomásból valószínűleg megállóhely lesz, ami egyébként nem feltétlenül probléma, csak mint mondtam, az utasforgalom Kelebia és Kunszentmiklóstas között abszolút nem igényli a két vágányt, illetve nem feltétlenül igényli a borzasztó nagy sűrítést, tehát nem igényel egy olyan típusú sűrítést, amihez valóban nem elég a normális egyvágányú pálya megfelelő, akár bizonyos szakaszokon kétvágányú repülőkeresztekkel megoldott megoldás. Szóval igazából a probléma a mérték, a probléma az összeg, és az a probléma, hogy ezt az összeget még az unokáink is valamilyen módon, úton, módon, de fizetni fogják. És nyilvánvalóan, hogy mikor fog ez megkezdődni, ennek a munkálata, hát az majd az dönti el, hogy mikor fog megkezdődni a röszkei vonal munkálata. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, mindenképpen csapassatok egy hatalmas lájkot, ha igen, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!